igen, látok én is rossz ügyeket, de nem hozom szóba, mert azt gondolom, hogy nagyobb a kár azzal, hogy meggyengítem azt a politikai oldalt, amelyik szerintem az ország érdekében működik. Nagyatádon vagyunk, ahol egy városi ünnepségen szobrászművész édesapjuk miatt díjat vettek át a Bencsik fivérek. Mi eljöttünk a városba, hogy arról kérdezzük Bencsik Gábort, hogyan élte meg az elmúlt napokat. Emlékezetes, hogy a negyedik kétharmad után Bencsik nyilvános kritikát fogalmazott meg a közmédiával kapcsolatban. Azt írta a Facebookon, hogy a magyar közszolgálati televízió politikai elfogultsága tartatatlan. Erre a közmédia sorosozással és kommunistázással reagált. Mi ennek a vitának az utóéletéről és a magyar média helyzetéről kérdeztük Bencsiket. Hogyan élte meg az elmúlt néhány hetet azok után, hogy nyilvánosan kritikát fogalmazott meg a közmédiával kapcsolatban? Változóan. Ez olyan most már nem először fordul velem ez elő, hogy először az ember könnyen veszi, aztán megviseli. Nem egy jó érzés, mikor cincálják az embert mindenféle irányokból. Aztán úgy tudomásul veszi az ember, elfogadja, és hát az élet megy tovább, az élet mindig megy tovább. Számított ennyire heves reakcióra a közmédiától? Nem számítottam, nem tudom őszintén szóval, hogy mire számítottam. Egy kicsit meglepett, hogy személyes irányba terelődött a vita, és nem érvek ütköztek annyira, mint inkább, hogy ez az ember mondja, aki, ami ugye hát nem egy igazán ütős érv egyébként. Nem tudom pontosan, mire számítottam, azt gondoltam, hogy eljött az ideje annak, hogy ezt elmondjam. Hozzá kell tennem, becsszóra senkivel nem konzultáltam, talán konzultáltam volna, amíg le is beszéltek volna róla. Ezt úgy éreztem, hogy eljött az ideje annak, hogy a közmédia politikai irányultságáról is szó essék. Milyen visszajelzéseket kapott? Mit szól például ahhoz, hogy a miniszterelnök fia is belájkolta a bejegyzését? Nagyon kedves dolog. Soha életemben nem találkoztam vele, úgyhogy semmilyen nexusban nem vagyunk. Őszintén szóval jól esett mindenkinek. A egyetértése jól esik, aki ezt kifejezi. Nyilván nagy politikai jelentősége a dolognak nincsen, de persze hát kellemes dolog. Azt hogyan értékeli, hogy ön azért egy olyan ember, aki meghívót kap a miniszterelnöknek az évértékelő beszédére, hogy még vele is megtörténhet az, hogyha nyilvánosan kritikát fogalmaz meg a rendszerrel szemben, akkor a nyakába kap egy ennyire súlyos hát választ? Nagyon, szóval nem jó az, hogy nagyon neki feszülnek egymásnak a nézeteknek, a képviselői, hogyan fogalmazok. Nem szeretem, hogy jaj, ne legyen szekértábor, szeressük egymást. Nem. Én ebben a csapatban focizok, ő abban a csapatban focizik. Én a Fideszre drukkoltam eddig is, és valószínűleg ezután is így lesz. Ezzel nincs probléma. De ezek a rettentő nekifeszülések azt gondolom, hogy kártékonyak. És még amit gondolok, megmondom őszintén, örülök annak, hogy a Fidesz nyert. Én azt gondolom, hogy az országnak ez jó. De ekkora nyeresség, ekkora győzelem után eljött az ideje a gesztusoknak. És nem csak formális gesztusoknak, hanem tartalmi gesztusoknak. Hogy össze, szóval egy ország vagyunk, egy nép vagyunk, muszáj megtalálnunk a hangot egymással. Ugye az eddigi 12 év alapján lát erre akár egy szemernyi esélyt is? Igen, persze, hogy látok. Mert egyszerűen szóval a dolgok akkor történnek meg, amikor szükségessé válik a megtörténésük. Én nem tudom ezt csinálni, 2-3 ember nem tudja ezt csinálni. Azt gondolom, 40 éves újságírói tapasztalattal, hogy a közérzületben is megjelent ez a gondolat. Én nem azért, nem volt hátsó szándékom, nem spekuláltam, politikai spekulációkat nem folytattam, de úgy érzem, hogy a közérzületben is föltámadt egy igény arra, hogy keressünk egymással hangot. Ön szerint Orbán Viktornak van abban, vagy lehet abban felelőssége, hogy mondjuk ilyen hangulat alakult ki, hogyha a közmédiát kritizálja valaki, akár még házon belül is, akkor az ilyen személyes támadást kap?
Akár abban van-e felelősség a miniszterelnöknek, hogy ilyen, olyan a közmédia ma, amilyen? Ezt így azért nem akarom megkerülni a kérdést, de szerintem azért nem visz közelebb, mert Orbán Viktornak az, ő a saját felelősségét úgy fogja föl, hogy aznak a annak az elgondolásnak érvényt szerezzen, ami jenné Magyarországot ő formálni akarja. És ennek eszközét látja, gondolom abban, hogy a közmédia olyan, amilyen. Tehát akkor ő csinálja, akkor azok szerint mégiscsak. Ő csinálja, nem ez... Vagy az ő munkatársai, például Rogán Antal. A Fidesz nem egy ember, és nem három ember, hanem nagyon sok ember. Ez a nagyon sok ember a vezetősége is. Ebben konszenzus van, volt abban egészen idáig, hogy határozottan kell föllépni, mert túl nagy a tét, nem tudunk engedményeket tenni. De úgy érzem, hogy most már ebben is van változás. Nem arról van szó, hogy Orbán Viktor mostantól keblére fogja ölelni Gyurcsány Ferencet, erre nincsen szükség. Hanem arról van szó, hogy ilyen politikai felhatalmazás birtokában meg lehet tenni lépéseket ahhoz, hogy oldódjék egy kicsit a feszültség, és mutatkozzék valami irány a jövőre nézve Magyarországon. Ön szerint minek köszönhető az, hogy a kormánypárti újságírók közül, hát nagyon kevesen vannak, akik bármilyen szinten nyilvános kritikát vállalnak fel, hogy ez amiatt van, mert mindig mindenki 100%-ban egyetért a teljes rendszerrel, vagy félnek attól, hogy úgy járnak, mint akár ön, hogyha valamivel kapcsolatban kritizálnak? A félelmet én nem gondolom, ismerem elég jól ezt a társaságot, hát ebben élek, a félelmet nem gondolom. Egy más logika lehet, én azt hiszem, hogy ugyanis nagyon fontos, mondják a kollégák, és mondják nagyon sok, nagyon fontos, hogy a Fidesz által képviselt politika sikeres legyen, és ne gyengítsük ezt a politikát, ne adjunk sanszot az ellenfélnek, ne romboljuk a saját erőnket. Szerintem ez a megfontolás van mögötte, hogy gyerekek, ez annyira fontos, hogy itt muszáj keménynek lennünk, itt muszáj egy lehelletnyit sem kiengednünk, mert akkor kockáztatjuk azt, hogy az a bizonyos politika, amire most nincs idő kifejteni, hogy ez mi mindent jelent. Tehát, hogy ez a politika... A saját állásokat is kockáztatják, nem? Tehát azért nem az látszik, hogy olyan jól tűri a rendszer, a belső kritikát. Nem működik egyébként, ez a világon sem úgy működik. Ma már mindkét oldalon olyan újságírók dolgoznak, akiknek az a meggyőződése. Tehát ennyi idő alatt kiszelektálódik. Akik ott dolgoznak, azok ezt is gondolják. Valóban, nem félelemből, nem megalkuvásból, nem kenyérféltésből teszik a dolgokat, hanem már azok vannak ott, akik így gondolják. De ezek tisztességes emberek. Ahogy tisztességes emberek, tudom, mert ismerem őket, dolgoznak a baloldali liberális sajtóban, úgy tisztességes emberek dolgoznak a kormányoldali sajtóban is, ők ezt meggyőződéssel vallják. Lehet, hogy lehet, hogy lesz egy változás. Lehet, hogy nem kell annyira félni, hogy kockáztatjuk a politikát, hogyha egy picit is engedünk a dologban, és kinyithatjuk a kaput más irányokban. Ugye volt a korábbi Kesma elnöknek egy ilyen kijelentése, biztos emlékszik rá ön is, hogy hát azért mondjuk őszintén a jótollú, jó újságírók azok inkább a másik oldalon vannak, amiből aztán elég nagy felhördülés lett, még Kocsis Máté is írt egy levelet ezzel kapcsolatban. Ön mit gondol erről az állításról? Jó minőségű a kormánymédia ön szerint eléggé? Szerintem igen, sőt javuló. Tehát azt is látom, hogy a jobb oldal, nevezetesen a Fidesz figyel arra, hogy komoly értelmiségi hátországot teremtsen a fiatalok körében. Volt deficitje a jobb oldalnak ebben a tekintetben, de ebben most munka van fektetve, hogy okos fiúkat és lányokat, tehetséges gyerekeket találjanak, akik elkötelezetten képviselik ezt a
a jobboldali politikát, és tehetségük is megvan hozzá. Szerintem ebben egy egyértelmű elmozdulás van. Ha már az értelmiséget szóba hoztam, még csak visszakanyarodnék az újságíráshoz annyiban, hogy amikor valaki bármilyen indokból, de nem szólal meg, mondjuk akár mert kritizálni, vagy kritikája van mondjuk a közhatalommal szemben, és mondjuk az újságírás azért az mégiscsak egy értelmiségi szakmának tekinthető, akkor az mennyire felelős értelmiségű magatartás, hogy hatalmi szempontok miatt én inkább csendben maradok? Nem hatalmi. Azt gondolom, és sok tekintetben az elfogultságok, mert az elfogultságok szövik át a magyar értelmiségi létet. Az elfogultság mögött megfontolás van. Azt mondom, hogy igen, látok én is rossz ügyeket, de nem hozom szóba, mert azt gondolom, hogy túl nagy kárt, nagyobb a kár, azzal, hogy meggyengítem azt a politikai oldalt, amelyik szerintem az ország érdekében működik. Tehát itt nem megalkuvások, rosszabb a dolog. Nem megalkuvások vannak, meggyőződések vannak. Inkább hallgatok, mert ha nem hallgatnék, azzal gyengíteném a mi táborunkat, és azzal veszélyeztetném azokat a célokat, amelyekkel egyébként én egyetértek. És ez miért rosszabb, mint a megalkuvás? Mert az, a megalkuvással mindig lehet játszani, azt át lehet fordítani, meg lehet fizetni, át lehet csábítani. Itt ez mélyebb, ez erősebb. Azért mondom, hogy rossz, mert igazából nem jó elfogultságban élni. Jobb nyitottnak lenni. Optimista vagyok. Meg kell mondanom magának, hogy én azt gondolom, hogy már elkezdődött valamiféle oldódás, miközben hát szakad le az ég, a világ olyan elképesztő zűrzavarba bonyolódik, amilyen elképzelni nem tudtunk, hogy bekövetkezhet. Lehet, hogy wishful thinking, lehet, hogy csak a vágyaimat vetítem a jövőbe, de én azt gondolom, hogy egész évben véve pozitív irányú az elmozdulás, ezen belül a magyar értelmiségi politikai elfogultságok körében is. A negyedik kétharmad fényében mire számít, milyen médiapolitikai fejlemények lehetnek a Fidesz és a kormány részéről? Mit fog kezdeni a médiával a kormány a következő 4 évben? Szerintem nagyjából ugyanez fog menni tovább, de azt gondolom, azt remélem, azt a vágyamat vetítem a jövőre, hogy nyitottabb lesz a közszolgálat egy speciális dolog, mert valakinek van pénze, csinál egy lapot, egy honlapot, azt dumál benne, amit akar, és azt hív meg, akit akar. A közszolgálat más, azt remélem, abban bízom, hogy ott ajtók és ablakok kinyitása következik. Ha tetszett ez a videó, iratkozz fel a csatornánkra!